Nem baszol, fölrakták Spotify-ra. Switchblades, Cocaine. Tökre olyan most a facecam így, ebben a pozícióban, ebben az állásban, mint tavaly nyáron. Tökre olyan érzésem van. Még a fények is olyanok. Igaz, hogy most tél van, de... Az ki volt. Még nem próbáltam ezt a cuccot, még csak most fogom, de ha valamelyikőtök nyomta, akkor írjátok le, hogy mit gondoltok róla, mert nem tudom, érdekes, olyan lolos Hearthstone-szerű. Egy jó gerem mindig jó. Aha, jó, hát ez full Hearthstone amúgy. Én azért nem szeretem ezeket a játékokat, megmondom őszintén nektek. A TFT is ide sorolható, meg ez a Runeterra is, meg a Hearthstone is, mert ezek nagyon RNG játékok, tehát függ attól, hogy most milyen a lapjárás, például TFT-ből, hogy milyen csempeket dob fel neked. Szóval van köze azért a szerencsének is az egészben, aztán nem tudom, valamilyen szinten ilyen szerencsejáték, azért nem szerettem az ilyeneket annyira, mert közre játszik ez is. Az viszont tetszik egyébként az egész dologba, ebbe a Runeterrába is, meg a TFT-be is, hogy a Riot úgy csinálta ezeket, hogy full belevitte ezt a lolos világot, ugye? Itt is ugyanúgy. Tehát, hogy a LOL köré építette ezeket az új játékokat, ez például tetszik. De mondjuk ez a Hearthstone-nál is elmondható, mert ott is vannak benne ezek a WoW-os cuccok kártyaként, vagy valami ilyesmi, nem tudom, annyira nem vágom ezeket a Blizzard dolgokat. Hearthstone-nal játszottam, de nem sokat, annó. Aha, ahogy elnézem, itt is vannak ilyen summonálós lapok, például a Heimer idézi meg ezeket a kis robotokat. Alice-nél meg például ezek a pókok idéződnek meg.
Ezek az effektek kurva jók egyébként. Vannak itt is ugyanúgy ilyen erősítő lapok, amik erősítik a többit. Ez az Elises, ez olyasmi, mint Hearthstone-ban az a Murloc pakli. Aha, és ugyanúgy vannak spell kártyák is, mint Hearthstone-ban a Mage-nél. Vagy nem csak a Mage-nek voltak spell kártyái? Lehet nem egyébként, de általában a Mage-re volt a legjellemzőbb. Hogy nyomatja a spelleket jobbra-balra. Ó, még barrier! Nagy divine shield. What? Ez kicsit bebugolt ott. Íj, az a Darius genyó. Hát az azt hiszem akkor easy win. Tetszik egyébként, tetszik. Tényleg full Hearthstone, de tetszik maga ez a elképzelés, megvalósítás, tényleg, hogy ilyen lolos csempekkel, meg cuccokkal lett megcsinálva az egész. Nekem bejön. Írjátok le, hogy ti mit gondoltok erről a Runeterra-ról.